Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök Hargita magazin című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Megemlékeztek az úzvölgyi harcuk áldozatairól. A tömegközlekedés problémáját igyekeznek megoldani a Székelyudvarhely és a környező települések vezetői. Ezek mai főbb híreink, de összefoglalót láthatnak a 15. székelyföldi lovas ünnepről, és azt is megmutatjuk, mit tartogat a szeptemberi ökölvívó Tatárdomb kupa. Tartsanak velünk! Idén is megemlékeztek az úzvölgyi harcok áldozatairól. Az első és második világháborúban itt elesett hősök emléke előtt népes tömeg rótta le tiszteletét. A csendes, visszafogott megemlékezésen jelen volt Barta Mihály veterán is, aki részt vett az 1944-es harcban. Pár százan gyűltek össze pénteken az úzvölgyi temetőben, hogy megemlékezzenek az első és második világháborúban elhunyt honvédekre. A Szent Mise délben kezdődött, azután az ünnepi beszédek hangzottak el, majd a koszorúzás következett. Világháborús helyszínen egy lélekemelő megemlékezési ünnepélyen vettünk részt, hiszen tudjuk, hogy ez a hely a Rugát tetőtől a Veresvízig őseink nyomát is őrzi, magyarázta Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere. A szülőköz szólva fontos volna mindannyiunk számára az, hogy az esti mesékbe, amelyek tündérmesék legtöbb esetben, belelopják magyar hőseink emlékét is, hiszen az a jó, hogyha a gyerekek és lányok a huszármeséken, a katonameséken erősödnek, és így bátor, kitartó, idézőjeles katonáivé válnak nemzetünknek. Bátorsággal, hittel, kitartással küzdöttek értünk, későiekért, unokákért. Azért, hogy itt mi, Erdélyországban magyarul beszélhessünk, és hazánkat ma védve továbbadhassuk unokáinknak, vélik a résztvevők. Nagyon jó világot látok, hiszen úgy néz ki, hogy próbálják az embereket eltántorítani mindenféle bolondbeszédekkel, hogy belük verjék a bizonytalanságot, a félelmet főleg. De úgy látom, hogy olyan időszakot élünk, hogy igenis megerősödünk hitünkben, hiszen maga ez a kor hozza ezeket a gondolatokat, energiákat, erőköt, ami mind a fennvalótól Istentől való. Ebben úgy megerősödünk, hogy utána már megcsinálhatunk bármit, amit mi akarunk, amit a jó Isten hagy. Bece István az RMDS Csík területi szervezetének ügyvezető elnöke kifejtette, a környékünkön nagyon sok történelmi helyünk van. Itt úzvölgyében különösen kemény csaták folytak. Éppen augusztus 26-án kezdődtek el ezen a helyszínen az összeütközések. Ez az ezer éves határ fontos szimbóluma a megmaradásunknak. A Csík térséget, Acsikot, Kászonokat, Háromszéket ugye nagyon komolyan érintette az első és a második világháború. El sem tudjuk ma képzelni, hogy milyen élete volt az őseinknek, és mégis itt vagyunk, meg tudtunk maradni, és hát ez nem csak megemlékezésre sarkal minket, hanem úgymond biztatásra is. El kell hozzuk gyerekeinket, unokáinkat, meg kell mutassuk ezeket a helyeket, kell beszéljünk ezekről a történésekről, melyek itt zajlottak, és hogy tudjuk értékelni a békét, tudjuk értékelni azt, hogyha hát nem kell akár a fiainkról lemondjunk, nem kell a hasztéren életünket adnunk. Vas Albert azt mondta, hogy ma hősi életet kell érni, nem hősi halált kell halni. Bízom benne, hogy az utána jövő generációig békében tud élni, és mindig ki tud jönni ide emlékezni, hisz tényleg ez egy történelmi hely úzvölgye. Hát a környék erdőnek van egy nagyon jó hangulata, holott tudjuk, hogy akár minden méteren lehet elesett katonai sír, hisz akkor ez mindennapos volt, és hát örüljünk annak, hogy ma egy sokkal jobb világban élünk, és igyekezzünk minél jobban megőrizni ezt a világot.
Az ünnepségre román anyanyelvű résztvevők is ellátogattak. Minden évben kilátogatunk a halottak napja alkalmából november 1-én, azelőtt, mielőtt problémák léptek volna elő a dörmenesti polgármesteri hivatalnál a román keresztekkel kapcsolatosan. Őszintén szólva, gyakran járunk ide, még nyáron is. Halottak napján különösképpen itt szoktunk megemlékezni, de itt soha senki nem volt dörmenesti polgármesteri hivatal részéről, hogy megemlékezzenek a hősi halottaikról. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke így fogalmazott az ünnepség után. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az úzvölgyi megemlékezésre évről évre sor kerüljön, illetve hát a felnőtt nemzedék számára is teremtsük meg a lehetőséget, hogy az őseink hősi tetteiről, illetve az áldozathozatalukról kapjanak minél több információt, és a kegyeletkoszorúit tudják elhelyezni. Azt szeretnénk, hogy folytassuk az úzvölgyi temetőt ért rágalmazás, bántalmazás, hát hazugsággal való ellopás ügyében a különböző bírósági, igazságszolgáltatási eljárásokat. Ezekben ebben a pillanatban nincsen még egyetlen, hál' Istennek eddig egyetlen vesztes perünk sem. Minden döntés eddig, amit az igazságszolgáltatás meghozott, az Csíkszentmárton és Hargita megye javára szól. Ezt a munkát kell folytatnunk addig, ameddig az illetéktelen és becsmérlő sír, kegyhely romboló betonkeresztek onnan nem tűnnek el. A tábor is teljes úzvölgye nem kerül vissza Szentmárton Hargita megye ügykezelésében. Addig dolgoznunk kell, és ez a megemlékezés erre is felhívja a figyelmet, és bízom benne, hogy mindenki oda fog állni ahhoz, hogy ezt a munkát tudjuk tisztességgel és becsülettel elvégezni. Civil kezdeményezésre újabb emlékhelyet hoztak létre. Mint Birtalan Sándor polgármestertől megtudtuk, a hódmezővásárhelyi Nagy György János fontosnak tartotta, hogy emléket állítson Honvéd nagyapjának és a többi elhunyt katonának. Ezért egy fakeresztet állítottak fel a Csíkszentmártonhoz közeli Rugát tetőn. A polgármester elmondása szerint az újabb emlékhely azt is jelzi, hogy az egész völgy katonatemető nem csak az úzvölgyi haditemető. Védőfelszereléseket, légzőkészüléket, távbeszélőegységet, korábban pedig tűzoltóautót vásárolt a Gyergyóújfalvi önkéntes tűzoltó alakulat. Ezzel sikerült felzárkózniuk a környező települések önkéntes egységeinek felszerelési szintjéhez, és fokozottabb biztonságban tudnak bevetésekre kiszállni. Mintegy 19 ezer lejre vásárolt védőfelszerelést legutóbb Gyergyóújfalu önkéntes tűzoltó alakulata a megyei önkormányzat támogatásával. Az eszközöket csütörtökön adták át hivatalosan az egység tagjainak. Elsősorban légzőkészülékre volt nekünk szükségünk, mivel volt 2 darab eddig a csapatnak, és azok olyanok voltak, hogy hát működőképesek voltak, használni tuktuk, csak lejárt a verifikálások, a műszakiuk, és emiatt félős a használata. Tehát meg tudjuk tölteni, tudjuk használni, de nem teljesen biztonságos. Emiatt arra döntöttünk, hogy idén Hargita megye tanácsától ezt fogjuk megpályázni, hogy veszünk 2 darab készüléket, és ezen kívül 6 darab tűzoltó csizmát vásároltunk, mivel ez volt még, ami hiányzott ugye a csapatnak teljes felszerelésből. Az újfalvi alakulathoz tartozó kiénfalvi önkéntesek számára 6 védősisakot, 1 légzőkészüléket és 1 távbeszélő egységet sikerült beszerezni 11 ezer leértékben. Ezeknek a készülékeknek a megvásárlásával az újfalvi egység eszköztára teljes, és sikerült ezáltal a környező települések önkéntes alakulataihoz felzárkózni. A tűzoltóautót közvetve Németországból meglehetősen kevés kilométerben 50 ezer euróért vásárolták a helyi önkormányzat támogatásával. Az elmúlt időszakban sajnos bebizonyosodott, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy ütőképes, jó felszerelt csapat, aki időben tud odaérni egy komolyabb esethez, ezért az idén az autóval támogattuk, más években a felszerelést bővítjük, ebben nagy segítséget nyújt a megyei tanács is,
persze ezúton is meg szeretnénk köszönni, plusz a csapatnak az úgymond önzetlensége, mivel hogy ők önkéntesen áldozatot vállalnak fel, ajánlva a saját szabadidejüket, sokszor a testépségüket sem kímélve teszik azt, hogy a többség nyugodtabban tudjon élni. Jelenleg 30-32 tagja van az egységnek, melyből 25 olyan személy, aki bármikor bevethető. Ebben az évben meglehetősen sok tűzhöz riasztották az újfalvi önkénteseket. Az idén több esetnél is, tehát közel 40 eset bevettünk részt, ebbe voltak tarlótüzek. Idén hál' Istennek az árvíz, az ugye szárazság miatt nem lett. A tarlótüzeken kívül voltak erdőtüzek, voltak épülettüzek. Az épülettüzek hál' Istennek nem nálunk voltak, hanem tehát a környező falvakban, oda jártunk segíteni. Idén Újfaluban számottevő tűzeset nem történt, viszont a települést környező területeken nagy kárt tett a tarló égetés. Szerencsére nem volt számottevő kár, tehát épületben vagy személyisérülés nem történt, de elég nagy felületű területek sérültek, amelyeknek a takarmánygyűjtés része sínlette meg inkább a dolgokat. Plusz problémákat okoz az is, hogy az ápia a támogatást megvonja abban az esetben, hogyha kiderül, hogy szándékos volt a gyújtogatás. A tűzoltóság intelme szerint a fűtés idény közelettével érdemes a kéményeket kitakarítatni, az improvizált fűtőberendezéseket pedig mellőzni, hiszen nagyon sok tűzeset ezek miatt következik be. Összefogtak Székelyudvarhely és a környező települések vezetői, hogy megoldják a tömegközlekedés problémáját a térségben. A tervek szerint 5 nagy buszt, illetve több kisebb járatot üzemeltetnének be a 2023-as esztendő végéig. Ennek kapcsán tartottak sajtótájékoztatót a napokban Székelyudvarhelyen. Székelyudvarhely és a szomszédos községek Máréfalva, Fenyét, Farkaslaka, Zetelaka, Oroszhegy és Felső Boldogfalva létrehoztak egy fejlesztési társulást, amelynek célja megoldani a közszállítást érintő problémákat a térségben. A tervek szerint 5 nagy buszt, illetve több kisebb járatot üzemelnének be a 2023-as esztendő végéig, amelyek naponta 5-szer, 7-szer járnának ki az említett településekre, összeszedni az utasokat, mindemellett a városban történő személyszállítást is ezekkel a 100%-ig elektromos gépjárművekkel végeznék. Ennek kapcsán a napokban sajtótájékoztatót tartottak Székelyudvarhelyen a Márton-Áron téren, ahol a kezdeményezők ismertették a részleteket, majd az egyik busz tesztelésére is sor került. Született az Udvarhelyszéki RMDS részéről egy gondolat, hogy létesítsünk és alapítsunk egy közszállítási közhasznú egyesületet, az rövidített néven egy ADIM, úgy hívják, és ennek keretében az önkormányzatok támogatásával induljon el egy olyan szintű közszállítás annak az öt községnek a keretében, amelyek alapították az egyesületet. A város adminisztratív területével szomszédos községek polgármesterei bizakodva állnak a kezdeményezéshez. A sajtótájékoztatón mind egyöntetűen kifejezték annak fontosságát, hogy településeik csatlakozzanak a város vérkeringéséhez. Kovács Imre polgármester, a fejlesztési társulás elnöke elmondta, úgy az iskolába ingázó diákok, mint a városba feljáró nyugdíjasok, munkába sietők helyzetét megoldaná ez a projekt. Én több szempontot is meg tudok említeni Márifalváról, ugyanis Márifalva mindössze 9 kilométerre fekszik Székelyudvarhelytől, még a mai napon is rengetegen ingáznak munkahelyre. A munkahelyeken kívül szükség van az időseinknek a közlekedésre, hiszen poliklinikára, egészségügyi okok miatt, városi piac miatt kötöttek vagyunk Székelyudvarhelyhez, és ezekben a részekben szeretnénk segíteni az embereknek. Ugyanakkor megemlíteném az 1-8 osztályos diákokat is, akiknek már igény van olyan szintű iskolán kívüli tevékenységre, amelyet egy ilyen kisközség, mint Márifalva nem tud biztosítani, és különböző sport, illetve kulturális tevékenységeket itt kaphatnak meg a márifalvi diákok. A kezdeményezők továbbá egyetértettek abban is, hogy a projekt másik pozitív hozadékaként csökkenne a forgalom Székelyudvarhelyen. Többen parkoló üzemmódba tennék gépjárműveiket, és ezzel párhuzamosan igénybe vennék a tömegközlekedési eszközöket. Az elmúlt hétvégén szervezték meg a 15. székelyföldi lovas ünnepet. Az eseménysorozat bőven kínált programot nem csak a lovas sportot kedvelők számára, hanem minden látogatónak.
A nézőközönség soraiban voltak olyanok is, akik Ausztráliából, Németországból, Izraelből, Svájcból vagy Magyarországról érkeztek. Tartalmas, színes programkínálattal fogadta a 15. székelyföldi lovasünnep a látogatóit az elmúlt hétvégén. Az első nap tartották a székelyföldi regionális díjugrató bajnokság döntőjét 120 startolóval. Szombaton és vasárnap pedig gazdag program várta a lovaspályára látogatókat. Mindenféle fogadhajtó, díjugrató versenyek voltak. Szemléket, valamint érdekes bemutatókat láthatott a közönség. Úgy gondolom, hogy igazi Kárpát-medencei eseményé kezdtük átalakítani a székelyföldi lovas ünnepet, úgy, ahogy dr. Szilágyi Péter államtitkár helyettes úr is az emlékkönyvbe szépen beleírtam, azzal a színességgel, amellyel vártuk a nézőket, azokkal a programsorozatokkal, amelyeket a támogatók, társszervezők segítségével ajándékként tudtunk bemutatni itt a három nap alatt. Több népszerű programja is volt a lovas ünnepnek, amely nagyszámú közönséget vonzott a helyszínre. A fogadhajtást azt mindenki nagyon szereti, a kettes fogadhajtó verseny, valamint a vicces fogadhajtás is nagy népszerűségnek örvendett. A most a hátunk mögött látható polgármesterek csatáját is nagyon szereti a közönség, ez is népszerű. A kitartó és magasugrás is eléggé érdekes, ugyanis ugye a díjugratók egyre magasabb és egyre magasabb akadályokon kell átugorjanak. Idén is összemérték ügyességüket a települések választott előjárói a polgármesterek csatájában. A start elhangzása után a köztisztviselők fogatok segítőjeként indultak a versenyen, majd különböző próbatételeket teljesítettek. A látványos és egyben szórakoztató megmérettetésen első alkalommal vett részt Gyergyó Csoma falva alpolgármestere, ráadásul elsőként is állt a starthoz. Hát a kezdők szerencséjeként elsőnek húztak ki, így elsőként próbáltam hosszan csinálni a pályát. Nagy élmény volt számomra, külön gratulálok a szervezőknek, hiszen ötletes, érdekes feladatok voltak a fogadhajtóm számára is, mert ügyesen vezette a lovakot, és egy jó élmény volt. Lehetett erre készülni előre? Ja, hát igyekeztem azért megnézni egy-két videót, de gyakorlásra lehet viszont új feladatok óta, tehát nem ismertük a feladatokat, azt itt a helyszínen tudtuk meg. Csíkszereda alpolgármestere nagyon régen kipróbálta már a lovaglást, de fogatot még életében nem hajtott. Egy fantasztikus élmény, és el kell mondanom, hogy nézni sokkal könnyebb. Nem gondoltam volna, hogy ekkora összpontosítást igényel, de nagyon jól éreztem magamat, és azt hiszem, hogy jövőre is vissza fogok jönni biztos. Lehetett rá készülni előre, tudták-e, hogy mi lesz a feladat? Én egyáltalán nem készültem semmit, hiszen látogatóként már hűséges látogatója vagyok, de nem számítottam arra, hogy egyáltalán fogok versenyezni, csak a kollégák meggyőztek, hogy na akkor most elárulom. Nem volt hosszú nadrágom, de azt is megoldottuk, úgyhogy a móka kedvéért mindenképp megérte is. Le a kalappal a szervezésért. Gratulálok! A verseny eredményeként a dobogó harmadik fokára Len Emil Balázs, Gyergyó Szent Miklós alpolgármester állhatott. Második helyen Borbaj Csaba Hargita megye tanácsának elnöke végzett. Első lett viszont Bege László, Gyergyó Alfalu alpolgármestere. Az előjárók a díjkiosztó után tiszteletkört is szaladtak a pályán. A nézőközönség soraiban voltak olyanok is, akik Ausztráliából, Németországból, Izraelből, Svájcból vagy szervezetten Magyarországról érkeztek a rendezvényre, és voltak olyanok, akik először jártak a lovaspályán. De akadt olyan is, aki rendszeres résztvevője a programoknak. Marosárpatakról jöttünk, reggel ma érkeztünk. Milyen programon sikerült részt venniük? Hogy tetszik a rendezvény? Tetszik, nagyon jó, köszönjük szépen, jól érezzük magunkat. Mi mindent láttak eddig? Hát a mai nap összes programját láttuk, nagyon várjuk az ördöglovasokat. Aztán majd a nap végén megyünk. Ez a 14. alkalom, hogy részt veszek a ünnepségen. Csodás rendezvény, és lüktető erőt ad úgy az középkornak, mondhatom az idősebbnek, mint én,
főleg a fiataloknak. Milyen programokon vettél részt? Mi tetszett eddig a legjobban? A legjobban a lovas bemutatók tetszettek, meg a szekeres verseny. Lovagolsz is te, vagy valamilyen lovasportot üzöl? Szeretek lovasiászkodni, és az egyszerű lovaglást is nagyon imádom. A rendezvényen számos állandó program is várta az érdeklődőket. A vasárnap délutáni záróesemények egyike a Zonda Lovarda zenés lovastorna bemutatója volt. Az igazság, hogy lovastornál homokon, vagy geodesztines pályán rendeznek rá. Negyedik alkalommal rendezik meg az ökölvívó Tatárdomb kupát. A Szárhegy közelében lévő területen sorra kerülő iskolakezdő ünnepség keretében lesz a sportesemény szeptember 3-án. Az időjárástól függően a helyszínen, vagy pedig Gyergyószent Miklóson az erdélyi Godakó ökölvívó sportközpontban. Már hagyománya van a tatárdombi oltárnál tartott iskolakezdő ünnepségnek, amelyhez kapcsolódva már negyedik alkalommal rendezik meg a Tatárdomb kupát. Remélhetőleg, hogyha az időjárás jó lesz, akkor lent a helyszínen a Tatárdombon lesz délután 3 órakor kezdődne. Hogyha az időjárás nem lesz kegyes ehhez az eseményhez, akkor itt ez bent a sportcsarnokban, a Godakó sportközpontban, azt viszont délután 5 órakor fogjuk akkor kezdeni. Először is ugye vannak a meghívott egyesületek, van az Újpesti Torna Klub, akit meghívtunk, meghívtuk a Budapest Honvédot, ezen kívül a Kőbányai Box Klubot, meghívtuk a Szegedieket, úgyhogy remélhetőleg Magyarországról ennyi egyesületet hívtunk, meg el is fognak jönni. Ezen kívül hívtuk Bukaresti Dinamót, hívtuk a kolozsvári csapatot, Marosvásárhelyit, Csíkszeredait, ugye ezeknek már ezelőtt egy hónap elküldtük a meghívót, remélhetőleg, hogy ezek a csapatok fogják képviseltetni magukat Tatárdomb kupán, és akkor itt a helyben a mi sportolóinkkal meg fognak mérkőzni. Huszár Árpád, az erdélyi Godakó ökölvívó sportklub vezetője köszönetet mondott Hargita megye tanácsának, aki idén is felszerelés vásárlás támogatásával segíti a verseny megrendezését. Borbély Csaba, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy a tatárdombi egyházi eseményhez illik az ökölvívó kupa, hiszen példát mutat a sportklub mindenki számára. Most már évek óta a tanévkezdés elképzelhetetlen a tatárdombi találkozás nélkül, és azt gondolom, hogy ez így pont jó tanév elején, hogy gyerekek, szülők, tantestületi tagok, illetve hát bárki, aki az oktatás szervezésében részt vesz, azok számára megadatik a lehetőség, hogy egész megyéből vagy székelyföldről, akár távolabbról is eljöjjenek ide, és kapjunk olyan, hát feltölt, tehát olyan biztatást, olyan gondolatokat, amivel talán még inkább tudjuk a tanévkezdésnél az erőfeszítéseiket megvalósítani, ami szükséges, és valahogy a Tatárdomb, Böjt atya és a Box Akadémia, a Godakó tevékenysége az nagyon csatlakozik ehhez, mert itt a Godakőnél, tehát egy csoda valósult meg az elmúlt években, olyan fiatalok kaptak lehetőséget az élettől, a sport által, ezzel a lelkes tevékenység által, amit Huszár Árpád és csapata végez, ami példaértékű, és szinte hát az a típusú nagy eredmény, amire talán minden nevelőnek, minden oktatónak, minden szülőnek, mindenkinek hát jó példaként szolgálhat, hogy hogy lehet nagyon lentről, nagyon magasra eljutni, és ehhez csak hit kell, remény kell, és az egymás felé fordított szeretet. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy kerek rendezvény. Huszár Árpád a sajtótájékoztató keretében néhány egyszerűbb ütést és védekezési formát is bemutatott a megyei önkormányzat elnökének az erdélyi Godakó ökölvívó sportközpontban. A tervek szerint a tatárdombi búcsón idén is Böjte Csaba ferences szerzetes hirdet igét, ezzel indítva a 2022-2023-as tanévet. Ezt követően pedig 25-30 mérkőzés keretében csapnak össze a magyarországi és romániai ökölvívó fiatalok. Ennyi volt már a Hargita magazin, köszönöm szépen, hogy velünk voltak, jövő héten újra jövünk. A viszontlátásra!